ilyen kómás vagyok, úgyhogy közben iszogatom a kis... Jó, csak lazán, nem probléma. Iszogatom a kis monsteredet, te egyébként edzettél ma? Persze, én is onnan jövök, amúgy én is. Megcsináltam egy edzést mindenféleképp, hogy a felvétel előtt legyen meg, tudjam le az alapdolgokat, a napi rutint, úgyhogy természetesen most készen állok mindenre, úgyhogy... Én egyébként majd innen már benne vagyok, mert tudod, nekem meg ugye az én kis mentális problémám miatt az van, hogyha valami időpontom van, valamikor a délután folyamán vagy a nap folyamán, akkor én mindig azt várom, és teljesen használatlan vagyok, tehát nem tudok előtte csinálni semmit. Hogyha nekem van egy délután 5-ös időpontom mondjuk a fogászatra, akkor én délután 5-ig esküszöm nem tudok csinálni semmit, és azért örülök neki, hogy most egy kicsit előrébb hoztuk. Mert pont akkor ez van velem is, Én is muszáj megcsinálnom a napi rutinomat azelőtt, miután, tehát én is el kell végeznem a dolgaimat, és akkor azután tudok a fogászatra koncentrálni. Ha nem dolgozol egyébként? Ma nem, ma szombat van, úgyhogy hétvége, úgyhogy tökéletes ez az időpont arra a beszélgetésre. Úgyhogy ok. Na majd egyébként, hogy mi a munkád, arra visszatérünk, de akkor én azt mondom, hogy vágjunk bele. Az első kérdésem az nem az lesz, amit felírtam magamnak, hanem van egy nulladik kérdés, hogy egy pár mondatban mégis azért mutatkozz már be azoknak, akik ezt most nézik és nem ismernek téged, és mondjuk nem követték a sztoriaimat az elmúlt egy-két évben, ugye rengeteget posztoltam rólad, tehát akik nem tudják, mondd el nekik, hogy te ki vagy egy pár mondatban. Igen, hát először is tisztelettel köszöntök mindenkit, a kedves nézőket, és persze téged is, Sanyi. Én Radu Jérvin vagyok, aki ugye Árdémből származom, és egy kis városban élek, Kézdivásárhelyen. Személyedzésekkel foglalkozom. Én elvégeztem ezelőtt egy pár évvel a testnevelés alapképzését Kolozsváron. Ez volt egy 3 éves alapképzés, utána pedig részt vettem a mesterképzésen. És mindezek után belevágtam a személyedzősködésbe, és azóta 3 éve ezzel foglalkozom, full-time testépítéssel, full-time személyedzéssel, úgyhogy lényegében nekem ez az életem, ezzel foglalkozom 24, ezen gondolkozok, ezen agyalok, úgyhogy próbálok minél többet tanulni folyamatosan, és jobb lenni. Természetesen az információkat, amiket idáig megtanultam, nem csak az egyetemen és nem csak a mesterképzésen szereztem, hanem többek között tőled is, úgyhogy amit, ezt nagyon szépen köszönöm, ezt fontos elmondani. Úgyhogy tényegében én full-time testépítés, úgyhogy... Én mikor kezdtél? Hány évesen kezdtél edzeni, Ervin, és hány éves vagy egyébként most? 25 éves vagyok, és 9 éve kezdtem el edzeni. 2015. októberében, az hát úgy lassan ugye már mindjárt 9 éve is ezt tűzöm nap mint nap. A legelejétől nagyon ambiciós voltam, és próbáltam az akkori tudásomnak megfelelően 100%-ot nyújtani. Természetesen akkor még nagyon hiányos tudásaim voltak erről a sportágról. És fontos megjegyezni azt, hogy én egész életemben sportoltam, viszont nem a testépítéssel kezdtem. Tehát ez 9 éve kezdődött, viszont azelőtt én fociztam gyerekkoromban, és itt a helyi foci csapatban jártam edzésekre, és vettem részt, viszont az abban maradt, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok kiemelkedő tehetség. Hát olyan átlag tehetségem volt a focihoz, amit amúgy azóta is követek, meg szeretek, meg nézem, meg stb. Viszont én ezt már nem csinálom, én foci edzéseket nem végzek, úgyhogy ez abban maradt, és azóta a testépítés lényegében az életén is imádom. És most, hogy ugye főleg az elmúlt 2 évben, de majd megmagyarázom később, miért mondom ezt, de különösen az elmúlt 1 évben olyan munkamorálról tettél bizonyosságot, amilyet a hideg ráz, de azt kell, hogy mondjam, hogy életemben még soha nem láttam. És most, hogy ezt látod te is magadon, mert most már tudom, hogy te is látod magadon, nem jutott soha eszedbe az, hogy ha ugyanezt beletetted volna a fociba, akkor milyen sikeres focista lehettél volna, és hogy annak milyen komoly anyagi vonzatai lehettek volna? Na igen, tehát ez sajnos ez most már nem fog kiderülni, viszont erről igen, beszélgetni érdemes és lehet. Nem tudom, valószínűleg, hogy elértem volna nagyobb sikereket a fociba is, viszont ez már visszafordíthatatlan, azt már nem fogom folytatni, de igen, ez egy nagyon jó kérdés, amire 100%-os pontos választ nem fogok neked tudni adni. Igen, lehet, hogy ott is lett volna lehetőség, viszont váltottam a testépítésre. Egyébként majdnem elnevettem magam, mikor ugye bemutatkoztál, mert én megmondom őszintén, ugye körülbelül 2 éve ismerjük egymást,
És én valami miatt Rádul Lee Ervinnek hívlak mindig, és sose tudtam, hogy az a végén ugye az nem Lee, hanem Jé. Úgyhogy most már is tanultam rólad valamit így. De nem tudtam, vagy így nem tudom, amúgy. Nagyon sokan, meg van olyan, hogy az, nem azt mondják Rádul Lee, hanem Radulj. Tehát nem tudom miért. A Gabi is úgy mondta, igen, azt hiszem rólad. Engem ez nem zavar, tehát ezzel nincsen probléma. Természetesen, hogyha valaki megismer, és több időt együtt töltünk, vagy több ideje tartsuk a kapcsolatot, akkor ez már úgymond kijavítódik, de amúgy ez engem nem zavar. Egyébként te két nyelvű vagy? Tehát két nyelven beszélsz? Nekem az anyanyelvem magyar, de természetesen itt Romániában, ugye Erdélyben azért szükséges a román nyelvet is tudni. Nem mondom, hogy perfekt vagyok belőle, mármint perfekt, na, tessék. Tehát vannak ilyen tajszólások, perfekt, az azt jelenti, hogy tehát nem tökéletesen tudom a román nyelvet, viszont az alap kommunikációt az természetesen azt. Jó, következő, amikor ugye elkezdted ezt a dolgot, ugye mondtad, hogy körülbelül lassan most már 10 évvel, 9 évvel ezelőtt, akkor a környezetet, meg a barátaid, meg a családod hogyan álltak ehhez a dologhoz? Tehát támogatást kaptál az elejétől fogva, vagy ez így szépen az idő alatt alakult ki, hogy látták, hogy ezt komolyan veszed? A szüleimtől, meg a családomtól természetesen támogatást kaptam mindig, csak mindig megjegyezték azt, hogy vigyázzak az egészségemre, vigyázzak, hogy nehogy megsérüljek, mert ugye súlyzós edzés, abból ugye nekünk következett az, hogy nehogy véletlen valamilyen olyan sérülést szerezzek, ami egy életre szóló. Természetesen támogattak, de ott volt bennük a félsz is, hogy azért csak lazán megkönnyedni. Na. Úgyhogy igen, a barátaim viszont előre ugye furcsa hallottak, furcsa volt nekik, hogy ugye váltottam a fociról is, meg hogy súlyzós edzés az itt az előtt furcsa volt. Viszont azután persze természetesen úgymond büszkék lettek rám, meg felnéztek rám, meg főleg a mostani eredményeket, hogyha megnézzük, igen. Egyébként érdekes, mert én is ugye, amikor elkezdtem edzeni, én 14 éves voltam, ugye gimnázium első osztályban kezdődött ez a dolog, vagy igen, és ha azt nézem, hogy körülbelül 10 éves távlatban, attól a dátumtól számítva, 10 évvel később, lehet, hogy az elején tudod, az osztály fele elkezdett edzőterembe járni velem, de 10 év múlva már csak én voltam egyedül, aki edzőterembe jártam, és ugye azóta meg eltelt 25 év, ma meg már nyilván csak én edzek ugye abból a társaságból. Tehát nálad is volt egy ilyen lemorzsolódás, hogy mindig előbb csatlakoztak hozzád, aztán szépen idővel eltűntek így az emberek. Volt ilyen, hogy ne. Rengeteg barátommal úgymond edzettem együtt, akik meg tehát szerettek volna az én utamon járni, viszont ugye ez egy bizonyos szintű kitartás, meg fanatizmus kell, ami valószínű belőlük hiányzott. De én mindig megmaradtam, és szerettem, és egyedül mentem előre egy kis úgymond csőlátással, úgyhogy igen, természetesen velem is volt ilyen, amit most mondtál, igen. Na most említetted ugye, hogy te egy ilyen kis faluból jössz, viszont én tudom azt, hogy város, bocsánat, hogy én ugye tudom azt, hogy egy nagyon jól felszerelt terembe edzel, ugye mert marha jó gépeken látom az edzővideókat, amiket ugye küldtél. Szóval hogyan kell ezt elképzelni, amikor elkezdtél edzeni, akkor egyből oda jutottál egy egész jó kis edzőterembe, vagy neked is megvolt ez a előbb egy kicsit ez a súfni otthoni edzés feeling, és akkor onnan egyre jobb termek, vagy egyből egy fasz a terembe kezdtél edzeni? Amelyik teremben most edzek, nem ott kezdtem. Én ugyanebben a városban, csak egy másik edzőteremben, ami akkori, tehát az akkori szemem már akkor felszerelt volt, idézőjelesen, ma már párszer természetesen úgy gondolom, hogy ez most már nem megfelelő az én edzésemnek, meg az edzésmódszereimnek. Viszont lehetőség volt minden egyes izomcsoportot tökéletesen megedzeni, tehát szabadsúlyok voltak, kézisúlyok voltak, volt egy pár gép is, viszont közel se olyan minőségben, mint amik most megtalálhatóak az edzőteremben. Itt edzettem 2 évet, elég jó fejlődést értem el, tehát az volt a módszerem nekem, hogy minél több edzés, minél több kaja, és minden egyes héten kihagyás nélkül konzisztensen csinálni kell, én ezt betartottam. Természetesen, hogyha visszamennék az időben, másképp csinálnám és okosabban, mert olyanokat csináltam, például egy ilyen pár abszurd példa, hogy volt, tegyük fel, már 6 edzés, most már ebből is indul, már 6, oké. Lenyomtam a melledzést, bementem az öltözőbe, megettem 3 szendvicset, vissza, hátoztam tovább, hazamentem, megint kaja. Tehát nekem az volt
Rengeteg kajó, rengeteg edzés, minden nap konzisztensen. Ez volt az én módszerem, természetesen ez most már. Nem olyan meg a hely, de akkor tehát egy kezdő fizikumnak ez tökéletesen elég volt. Ez ment így 2 évig, azután ugye elmentem az egyetemre és folytattam tovább. Én itthon soha nem edzettem, tehát nekem a legelső súlyzós edzésem az edzőteremben volt, abban az edzőteremben, amit ugye az előbb is megemlítettem. És érdekes, mert ugye nem szoktam általában podcastet készíteni olyannal, aki ennyire fiatal, mint te, és mondom miért. Amikor ugye én voltam 13, 14, 15 éves, egyetlen információ forrás létezett erről a sportról, a magazinok, meg max azok az emberek, akik oda jártak a terembe, de hát azok is pont annyira voltak képbe, mint én, mert ők is a magazinokból tanultak maximum. Na most ugye te már egy más generáció vagy, tehát amikor te kezdted, akkor honnan szedted az információt? Volt rá weboldal, vagy YouTube, vagy még voltak magazinok? Tehát honnan szedted az első pár évben össze az infókat? Hát természetesen internet, YouTube videók, motivációs videók. Most egy párat megemlítenék, testépítés feketén-fehéren, mindenki ismeri azt a filmet, Berecki Krisztián, stb. Stb. Tehát én azt a filmet lát, hogy vagy 20-szor láttam. Nem egy olyan filmanyag, amiből úgymond edzésmódszereket lehet tanulni, meg gyakorlatkivitelezéseket, viszont én azt gondolom, hogy a hozzáállást, meg a motivációt, meg hogy hogyan is kell hozzáállni ehhez a sporthoz, abból a filmből rengeteget tanultam. Tehát szerintem az a film, az adta meg nekem az alapot, de természetesen nem csak az volt jelen, hanem a többi oktató videók, a magyar testépítőktől, tehát én kezdetben innen szereztem az első információkat és tudást, úgyhogy... Egyébként fogadjuk embered észre, de van benne egy olyan snitt, amikor a Füzesi Tibi csinálja a látolást, és csökkenő szettet csinál, és tűnnek el fel a tárcsák, az én vagyok, ott vagyok rajta, én szedtem le neki a tárcsákat. Na mindegy, oké, szuper, tudod, mit szerettem volna kérdezni? Ugye most már, hogy eltelt ez a lassan 9 év, és ugye nyilván látszott az, hogy te fogékony vagy erre a sportra, tehát egyértelmű, hogy elkezdtél hamar fejlődni. Fel fogom tenni neked az első Jolly Joker kérdést, nem bírom ki mosolygás nélkül, de mégis miért van az, hogy úgy döntöttél, hogy te naturál maradsz? És ez őszintén érdekel, és elmondom miért mielőtt válaszolsz, mert nagyon sokan szerintem két okból nyúlnak ugye a teljesítményfokozókhoz. Vagy azért, mert ezt nem tudom máshogy fogalmazni, szarnak az egészbe és nem fejlődnek, és úgy gondolják, hogy majd ettől fognak, és én úgy gondolom, hogy a másik pedig pont az ellenkezője, aki igazán tehetséges, igazán sokat tesz bele, és hamar elkezd fejlődni, az pedig úgy fogja gondolni, hogy hát ha én naturál ilyen jól tudok fejlődni, akkor teljesen egyértelmű, hogy megnézem, hogy nem naturál, hogy tudok fejlődni. Hogy lehet az, hogy téged egyik irány se vitt el? Az első az azért, mert naturális nagyon jól fejlődtem, tehát évről évre sikerült olyan fejlődést elérnem, ami úgymond kiemelkedő volt, és meg voltam magammal elégedve, tehát szóba se, tehát meg se fordult a fejembe az, hogy én társítményfokozó szerekhez nyúljak, mivel hogy elértem azt a fejlődést, ami mindig jött, tehát ami ki volt tűzve célként. Ez volt az első. A másik az, hogy nem is volt információm még régebben arról, hogy ezek hogyan is működnek. Nem is nagyon tudtam beszerezni, nem is tudtam volna nagy beszerezni, nem is ismertem olyan embereket, akik ezt használtak, mert ugye én egy kisvárosban élek itt azért, hát nem azt mondom, nem használ egy pár ember, de nagyon-nagyon kevés volt az információ, és én szerettem mindig a természetes úton való fejlődést, úgyhogy nem is nagyon gondolkoztam ezért. Egyébként, amit most kérdezni fogok tőled, azt később szerettem volna kérdezni, de muszáj egyszerűen idehoznom, mert én olyan párhuzamot látok például közted és az Alex között, meg úgy általában azok között, akik kiemelkedő tehetségek, hogy tipikusan azok a srácok, akik ennyire jók általában naturál, vagy nem naturál, az teljesen mindegy, egy kicsit ilyen izoláltabb környezetből érkeznek. Tehát arra akarok kiukadni, hogy mivel te nem láttad azt, a közvetlen környezetedben, hogy amúgy mit lehetne elérni, naturál vagy akár nem naturál, ezért szerintem a te fejedben sosem volt olyan gát, hogy hát én ezt és ezt biztosan nem tudom elérni naturál, mert nem tudtad. És én ezt tudom, hogy nem tudtad, mert egészen egy fél évvel ezelőttig, vagy talán aki legyen egy évvel ezelőttig, de szerintem mondhatjuk, hogy fél évvel ezelőttig, de tényleg én úgy gondolom, hogy nem tudtad magad be
skatujázni, elhelyezni, ahogy te most jó vagy-e, vagy nem. És én úgy gondolom, hogy azok, akik ilyen izoláltan edzenek, izoláltan élnek egy ilyen kisvárosból, vagy faluból, vagy valami, és olyan terembe járnak, ami nincs tele kokszosokkal, ezt nem tudom máshogy fogalmazni, nem alakul ki bennetek egy olyan gát, hogy hát ezt a szintet biztosan nem lehet elérni naturál. Igazam van, vagy nem? Így van, én azzal tökéletesen egyetértek. Tehát azért is nem fordult meg a fejemben, nem is kaptam információkat, nem is láttam olyan fizikumokat, ami úgymond kiemelkedő lett volna natural vagy akar nem naturalként, és én úgy gondoltam, hogy így is nagyon jól fejlődök, úgyhogy nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget. Ennek én a mai napig emlékszem, amikor ugye megkerestél, de mikor már lassan 2 éve, annyi már biztos van. De valószínű, egy picivel több, mint 2 éve. Igen. Ja, körülbelül 2 éve, és ugye akkor voltál, ha jól emlékszem, valahol 95 és 100 között, annyi minimum. Igen. És emlékszem, hogy hatalmas ugye kerek combjai voltak, ugye széles, vastag hátad már akkor is, persze nyilván a zsír az ugye volt rajtad a mostanihoz képest bőven, de nyilván az látszott, hogy alatta mi van. És emlékszem, hogy folyamatosan kérdezgetted, hogy valaha lehetsz olyan jó, hogy esetleg színpadra állj, vagy nem, és így fogtam a fejem, hanem ez a gyerek már most jobb, mint a legtöbb naturál versenyző, és nem is tudja magáról. Szóval honnan jött egyáltalán neked a versenyzésnek az ötlete? Tehát mi volt az a pont, amikor úgy gondoltad, hogy talán elég jó vagy te ehhez? Tőled jött. Hát egyszerű. Tehát én attól függetlenül, hogy nagyon jól fejlődtem évről évre, én azt úgy gondoltam, hogy ez a kemény munkának köszönhető, és én a genetikai adottságomat... Tehát nem voltam ezzel tisztában. Tehát én azt gondoltam, hogy kemény munka, konzisztencia, ezért fejlődök. És egyértelmű. Tehát ezért is fejlődtem, viszont nem voltam tisztában a genetikai adottságaimmal. Ahogy elkezdtem vele dolgozni, ugye 2 évvel ezelőtt, úgy még rohamosabban kezdett ez a... Tehát még rohamosabban kezdtem fejlődni, és jobb formába kerültem, és akkor már ugye te kezdted mondogatni, hogy ez... Elit genetika, ezt érdemes megpróbálni, megmutatni egy versenyen, úgyhogy innát indult nekem a versenyzés gondolata, ami ugye tavaly meg is történt, úgyhogy ára nagyjából ez a válaszom. Azelőtt abszolút nem gondoltam arra, hogy én versenyzés. Csak szerettem a sportot, csináltam, üztem minden nap, ugyanúgy keményen, mintha versenyre készülnék, de nem gondolkoztam azelőtt. Emlékszem, ugye, amikor ugye feljött ez az ötlet, hogy esetleg te elég jó lennél ugye ez a versenyzés dologhoz, és akkor ugye rádobtam azt az ötletet, hogy csináljunk egy próba diétát, mert azt ezen a ponton már tudtam, hogy izmosodni azt tudsz, mert ugye emlékszem, hogy az első terv az az volt, hogy hozzuk fel a hajlítódat meg a hátad, és emlékszem, hogy alig fél év alatt olyat vastagodtál, mondom, jó, akkor az izomépítési potenciál az pipa, de azt még mindig nem tudtam, hogy hogy fogsz tudni diétázni. És ugye beleálltunk abba a próba diétába, ahol ugye az egész összvisz, ha jól emlékszem, talán 10-11 hét volt csak ugye az első versenyre, tehát nyilván nem volt elég az idő, ezért igazán száraz ugye akkor még nem voltál, viszont azt láttam, hogy valami félelmetes gyorsan le tudsz fogyni, ha akarsz, és akkor ugye úgy gondoltam, hogy ha izmot tudsz építeni könnyen, meg le is tudsz fogyni bármikor dátumra, akkor gyakorlatilag meg is vagyunk, ugye kész a tökéletes versenyző, úgymond. De te hogyan élted meg ezt az első készülést? Mert azt azért a nézőknek elmondom, hogy ez egy elég hirtelen ötlet volt, és ugye nagyon kevés időnk maradt rá, tehát nyilván a forma akkor még közel nem volt kész, de azért te oda mentél, mégis részt vettél egy versenyen, és egész jól néztél ki. Tehát te hogyan élted meg azt az első versenyt? Mennyire volt ez csalódás, vagy tudtad azt, hogy te nem készültél annyi időt, mint a többiek? De először is ez úgy indult, hogy én nagyon későn döntöttem el, hogy én nem csak diétázni akarok, hanem versenydiétázni akarok. Tehát ez volt szerintem itt a úgymond probléma idézőjelesen. Tehát elkezdtem a diétát, viszont nem olyan ütemben, tehát nem olyanra terveztük legesleg előre, hogy ugye versenyre készülünk, és azután egy pár héttel mondtam, hogy na, akkor versenydiéta, de az már késő volt, tehát maradt egy 11-12 hét, ugye, ahogy te mondod, már nem is tudom pontosan, és akkor muszáj volt egy picit felpörgetni, muszáj volt egy picit sietni, és természetesen nem volt annyi idő, hogy elérjem azt a kondíciót, hogy megfelelő legyen egy versenyre,
hogy, tehát, hogy elérjem azt a helyezést, meg kondíciót, ami szükséges. De én azt mondom, hogy a tavaly is lehettem volna jobb kondícióban, csak ugye nem volt elég idő. Nem éltem meg ezt kudarcként, mert nekem akkor az volt, hogy az is egy fejlődés volt az előtt való évhez képest, úgyhogy abszolút örültem neki, ha jól emlékszem, hatodik lettem. Úgyhogy, de nem éltem meg kudarcként, egy jó élmény volt, és ugye fejlődést értem el az előző évhez képest, úgyhogy én ezt kipipáltam, úgymond megvolt a cégkötődés, megvolt, oké, okay, és folytattuk tovább ugye a tömegnöveléssel, úgyhogy. És ugye emlékszem, lement ez a verseny, és ugye akkor tettem fel neked a kérdést, ugye, hogy hogyan tovább, és én mondtam neked, hogy azt látva, hogy mennyire gyorsan tudsz fejlődni, mert ugye a hátad meg a combod az fényéveket javult alig pár hónap alatt, a kondíció szintén, tehát azért egy elég vizes, pufi kinézetből keresztszákás combokat csináltunk alig 15 hét alatt, és az egy dolog, hogy a hátad meg a farizom nem volt kész, de amúgy meg igen, és mondtam neked, hogy ha ezt te komolyan veszed, akkor marha jó leszel, viszont akkor mostantól ugye másként kell hozzáállni, nincs elhízás, formába kell maradni, és a nézőknek én mondom el most helyetted, hogy te aztán kurvára bírsz enni, és milyen érzés volt neked elsőnek elfogadni azt a tényt, hogy mostantól itt nincs többé elhízás. Tehát ez neked egy kőkemény egész éves diétát jelent annak, aki nem olvas a sorok között, tehát neked végig kontrollálni kellett a kajárat egész évben, nem csak a diétában. Így van. Hát egyszer ahhoz, ami előtt az ára választadók, az fontos megjegyezni, hogy az előző versenyre, amikor készültem, tehát én 117 kilóról indultam a diétába, tehát én annyira vastag, meg zsíros, meg persze izomtömeg, az is akkor is nagyon rendben volt, csak azért nem mindegy, hogy az ember 117 kilóról fogy le egy versenyformára, ami 90 kiló körül van, vagy ugye 105-ről, ami nem. Ugye most megtörtént, úgyhogy nem csak az idő hiány volt nekünk az ellenségünk a tavaly, hanem az is, hogy brutális mennyiségű zsír volt rajtam. És az, hogy sikerült elfogadni? Sehogy, ezt meg kell csinálni. Tehát sehogy nem, tehát nem kellett elfogadjam. Tehát én erre nem is gondoltam. Ez most, ez a cél, ez van a papíron, meg kell csinálni, pak, úgyhogy abszolút nem töltött el rossz érzéssel. Tudtam, hogy most ez a dolgom, és másképp, más módszerrel, okosabban, több tudással folytatjuk tovább. Na most ugye említetted az előbb a testépítés feketén-fehéren film kapcsán a hozzáállást, és nagyon tetszett, hogy ezt mondtad, mert erről egy picit most egy pár mondat elég szeretnék beszélni. Ugyanis sokan úgy gondolják, hogy a versenykészülés az ugye akkor kezdődik, amikor azt mondod, hogy elkezdek diétázni, és akkor az a versenykészülés, de ugye ezt nagyon sokat beszéltük ebben az elmúlt egy évben, hogy ez rohadtul nem így van. A versenykészülés az a tömegnövelés első napján indul, mert akkor csinálod, akkor építed meg azt a fizikumot, amit utána fel fogsz mutatni a színpadon. Tehát neked konkrétan beállított étrended volt a tömegnövelésbe, brutálisak voltak az edzések, majd arra mindjárt rátérünk. Hogyan nézett ki tömegnöveléskor az étkezésed? Tehát azért azt elmondom, hogy nyilván a kalóriád az egyébként magas volt, de hozzád képest nem volt olyan magas, meg az étvágyadhoz képest. Tehát nagyjából egy tipikus napi tömegnövelési kaját hogyan nézett ki a tömegelés csúcsán, tehát amikor a 4000 kalória környékén voltál, meg még néha a fölött is. Akkor úgy nagyjából hogyan oldottad meg ezt a rengeteg étkezést, a munkád, meg a stb. Mellett? Tehát hogyan nézett ki egy átlag napon? Nagyon egyszerű. Reggel én 5 órakor szoktam kelni, mert akkor kezdem a személyedzéseket. Mármint nem 5 órakor kezdem, hanem 6 órakor, de én 5 órakor kellek, hogy előkül tudjak készülni. Nekem az első kajám az 6 óra előtt történik meg, ami általában vagy tojás, vagy zab szokott lenni, tehát egyértelmű. Tehát nem, semmi nagy dolog nincs benne, zab fehérje, esetleg gyümölcsel, vagy tojás, kenyér, esetleg zöldséggel. Ez szokott lenni az első kajam. 11 óráig, 10-11 óráig szoktam személyedzést tartani, időközben nincs kaja, víz van, folyadék van, akkor hazajövök, hús, rizs, krumpli, tehát köretnek zöldség, megfelelő kalóriamennyiségbe, ugye beállítva az étrendbe, és továbbá ezt ismételem akár naponta 4-szer, 5-szer, kiegészítve gyümölcsökkel, esetleg nasikkal,
a nasikat azt úgy kell érteni, hogy esetleg ettem gyümölcssalátát, meg ilyen finomságokat is bele lehet ugye fétetni a tömegnövelésbe, de nekem általában az egész napi étkezésem az hús, zab, tojás, proteintúrmix, zöldségek, gyümölcsök, kenyér, tájtermékek, ugye a soványtúró, stb. Tehát lényegében nekem minden egyes nap ezek ismétlődtek, szerintem ebben nincsen semmi bonyolultság, annyi, hogy ezt monotonon kell bírni és folytatni napról napra, hétről hétre, hónapról. Pontosan, én számítottam, hogy úgyis valami ilyesmit fogsz mondani, és pont ezt szerettem volna tőled hallani, meg ezt szerettem volna, hogy a nézők hallják tőled, hogy abban, hogy te ekkorát fejlődtél, nincs semmiféle olyan titokzatos étel, amit így tőled kértem, de attól, aki nem annyira jó, mint attól nem kérem, mert ezeket a titkokat csak veled osztom meg. Nem. Ez a titok, hogy tök egyszerűen étkeztél a tömegnöveléskor is, viszont minden áldott nap ugyanaz meg volt. Kalória, makró, minden nap. Így van. Tehát ugye van egy kalóriakárát, van a makróknak, tehát az elosztás, meg minden, és én ugyanezt minden nap megcsináltam. Annyi szerintem az előnyöm nekem, hogy én nagyon-nagyon bírom a monotonitást, engem nem zavar az, hogy én minden reggel zabot vagy tojás kell legyek, engem nem zavar az, hogy minden nap halat vagy csirkét vagy marhát kell legyek megfelelő köretekkel, krumpli, rizs, kenyér, tehát lényegében nekem az az előnyöm, hogy engem nem érdekel más kaja, természetesen enni nagyon szeretek, de én nagyon-nagyon ragaszkodok mindig a tárfhez, én pontosan mindent kalóriaszámlálóval kiszámolok, tehát tudom, hogy nem szükség, tegyük fel tömegnövelés alatt én számoljak mondjuk 100-200 kalóriára mindent, de egyszerűen én ezt megszoktam, én ezt minden egyes nap csinálom, tehát most is tömegnövelésben vagyok, de én ma is kiszámoltam mindent. Én a monotonitást nagyon bírom. Engem nem érdekel más, tehát én szerintem nekem ez az előnyöm. Pontosan, nagyon-nagyon jól ráéreztél, ugyanis általában azok a sportolók lesznek a legjobb sportolók, bármilyen sportról is legyen szó, akik a monotonitást bírják, hiszen ugyanannak a rutinnak az egyre hosszabb és hosszabb és hosszabb ideig történő ismétlése az, ami annak az adott rutinnak a mesterévé tesz. Tehát, hogyha te állandóan azon gondolkodol, hogy hogyan tudnám finomabbá tenni a csirkét, meg milyen fajta köreteket tudnék enni, nincs az a probléma, csak akkor már nem arra fókuszálsz, ami igazán számít, és én úgy gondolom, hogy sokszor az opciók mennyisége elveszi a figyelmet a ténylegesen fontos dolgokról. Tehát nincs az a baj, ha az ember megpróbál finoman étkezni, de ha már ez több energiát igényel tőled, mint az, hogy valójában pontosan ugyanannyit tegyél minden nap, akkor hátrány lesz abból, hogyha ennyire kívánod úgymond a változatosságot. Na most a kérdésem, hogy elvárod-e ugyanezt a precizitást a klienseidtől is? Nem, természetesen az én klienseim 99%-ban átlagemberek, ezt úgy érteni az átlagembert, hogy nem készülnek versenyre, tehát ezt nem degradálásként értem, és természetesen nekik már kicsit flexibilisebb a diétájuk, picikét jobban beilleszhető a mindennapjaikba, mert ugye ők nem azt az életet élik, mint én, természetesen én nem kérem azt tőlük, mint amit én csinálok, mert nekik nincs szükségük erre, de mindenféleképpen ott is megvan az, hogy azért tartsuk be a fehérjét, azért tartsuk be a kalória, a keretet, és hogyha ez megvan, akkor lehet egy picikét elmenni a finomságok felé. Úgyhogy nem kérem ezt tőlük. A hozzáállásodról egyébként még egy mondatot, hogy te tényleg az az ember vagy, akitől még ha kértem volna is, hogy csalj be, egyél egy burgert, vagy egy giroszt, vagy valami, még akkor sem voltál hajlandó, és azért ez rohadt sokat elmond az embernek a hozzáállásáról szerintem. Na most a kérdésem az, hogy ha például téged megkeres valaki, akin látszik, hogy hát annyira talán nem feltétlenül akar keményen edzeni. Úgy van vele, hogy hát megcsinálom, ami még kényelmes, de nem szeret a kényelmi zónából kilépni, akkor te milyen módszerekkel bírod rá az embereket arra, hogy hajlamosak, hogy hajlandóak legyenek egyáltalán keményen edzeni? Ezt azért kérdezem, mert majd ezután arról akarok beszélni, hogy te hogyan edzel. Nekem a célom mindig az, hogy egy adott személlyel, akár megvan benne az ambíció, akár nem, nekem mindig az a célom, hogy jobb legyen velem, mint előtte. Tehát egyértelmű, hogyha idáig nem edzett,
és elkezdett edzeni, akkor én már úgymond sikert értem állna arra. Mindegy, hogy most az milyen edzés, vagy milyen kajó, egyelőre megvan az első lépés, és akkor arra építünk rá mindent. Természetesen, hogyha neki van egy bizonyos célja, tegyük fel, le akar fogyni 10 kilót, de ő nem hajlandó megtegye azt a kalóriadeficitet azért, akkor már ott problémák vannak. Viszont, hogyha látom, hogy hónapról hónapra egy-egy picikét megpróbál többet beletenni, mint az előtt, akkor én azt már úgymond sikárként élem át, és ő is fejlődni fog, ez szerint. Az egy dolog, hogy ezt lehetne jobban csinálni, de lehet, hogyha úgy kezdeném előre vele, hogy szigorú diéta, szigorú makrók, kemény edzés, akkor abszolút abba hagyná és nem folytatná tovább, és akkor nincsen siker. Úgyhogy szerintem ezt lépésről lépésre kell felépíteni. Barom jó, hogy ezt mondtad, mert nagyon, ez nagyon tetszett, mert pontosan én is ezt szoktam mindig mondani, hogy nekem is, mint edzőként, csak is kizag az egy feladatom, hogy velem jobb legyél, mint előtte, bármit is jelentsen ez, hogyha előtte magadtól 15 kilót tudtál csak lefogyni, de mindig visszahíztad, akkor velem most az lesz a cél, hogy legyen meg a 20, és ne hízd vissza. De hogyha megkeres valaki, aki mondjuk egy VABA Pro versenyző, akkor nála nem ez a standard, nyilvánvaló, hogy jaj, le tudj fogyni 15 kilót, hanem ahhoz képest, amit az illető az elmúlt 10 éves karrierjében csinált, ahhoz képest kell javulást elérni, és nyilván egy ilyen sportoló sokkal több gondolkodást és figyelmet igényel, tehát így effektíven nem mindenki ugyanazt a figyelmet, nem mindenki ugyanazt az információ mennyiséget igényli, mert egy tök kezdő csinál mondjuk lehúzásokat, olyan, amilyen sokkal jobb a lehúzása, mint előtte volt. Viszont aki már 30 éve edz, és megnézem a lehúzását, nyilván sokkal jobban fogok kötözködni, mert neki már azokat a kis pici apró pluszokat keressük, ami az előző 20 évben nem volt meg. És azért tetszik nagyon, amit mondtál, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sok edző félremegy ezzel, mert az átlag embereket, amit nem tudom, hogy miért gondolnak egy páran degradáló szónak, ez egyáltalán nem az. Az átlag ember mindössze azt jelenti, hogy nem versenyző. Ez ennyire egyszerű. Tehát az átlag embereket versenyzőként kezelik. És azt mondják, hogy ha le akarsz fogyni, akkor hal, brokkoli, spárga, csirkemell, rizs, zab, tojásfehérje, és így fogom a fejem, hogy én ezt még szerintem tőled se kértem soha ilyen szigorú diétázást. Nincs erre szükség, egyértelmű. Miért kérne valaki ilyet egy olyantól, akinek csak az a célja, hogy a nyáron szeretne egy kicsit jobban kinézni? Szerintem ez szakmai hiba, ráadásul, nem csak hülyeség. Így van, így van. Én mindig azt veszem előtérbe, tegyük fel az étrend tervezésnél is, hogy az adott személynek a napjába és a munkájába, tehát a munkájához beilleszthető legyen. Én hiába jobb az, hogyha tegyük fel, ő egy picikét nagyobb deficitben van, és azáltal jobban fog, jobban fejlődik, de hogyha azt nem fogja betartani, akkor eredmény zéró, de hogyha egy picikét flexibilisebb a dolog, lassabb a fejlődés, de viszont hosszabb távon tudja csinálni, jobban beilleszthető az életvitelébe, akkor szerintem hosszú távon sokkal jobb fejlődés lehet vele elérni. Úgyhogy nekem nem célom az, hogy tökéletes edzés, tárvát, mert ilyen nincs is. Nem célom az, hogy tökéletes étrendet, meg a legpontosabb instrukciókat adjam neki, hanem az, hogy beilleszthető legyen, szeresse, csinálja, és fejlődjön természetesen ezek mellett. Ennyi. Na most ugye azt tudom, hogy te nagyon sok órát töltesz a teremben, meg tudom, hogy rengeteget dolgozol, és azt is tudom, hogy a végén, bár soha nem panaszkodtál, ezt elismerem egyébként a nézőknek is, meg neked is, tényleg nem panaszkodtál sohasem, még a legvégén sem, de tudom, hogy kutya keményen szenvedtél az utolsó pár hétben, mert ugye tudom, ennyire már ismerlek, hogyan tudtál emellett ilyen sok órát dolgozni, meg ugye tegyük hozzá, hogy neked ráadásul nem csak egy munkád volt, hogyha jól tudom, hanem volt még másik munkád is. Tehát hogyan tudtál ennyit dolgozni úgy, hogy közben tudom, hogy kutya keményen szenvedtél, pedig soha nem mondtad. Nekem a napi rutinom úgymond nem változott a versenydiétában sem, tehát úgymond lényegében én ezt megszoktam. Tehát a versenydiétában annyi volt a plusz, hogy nem volt energia, nem volt olyan életkedvem, és picikét lehet, hogy idegesebb, ingerlékenyebb voltam, de természetesen én ezt próbáltam a körülöttem lévőknek annyira nem felhozni, többé-kevésbé sikerült, tehát több-kevesebb sikerrel, van, amikor ez nem sikerült, van, amikor igen. Nem tudom.
Benne volt, hogy napi rutin, meg kell csinálni, következő nap, mindig egy nap tájnál, következő nap tájnál, pak-pak, és így mentem tovább. Úgyhogy én azért nem gondolkoztam, hogy vajon hogy fogom, tehát minden egyes nap megcsináltam ugyanazt, és tehát az idő haladtam előre. Van egy érdekes téma, amiről amúgy sokat nem szoktam beszélni, eddig egyedül a Borszéki Petivel volt erről szó, hogy sokan azt szokták mondani, tudod, hogy nekik nagyon nehéz tartani a diétát, mert rettenetesen elfoglaltak, egész nap rohangálnak, rengeteget kell dolgozniuk, mert sokat stresszelnek, és ugye én is ebben voltam 20 évig, és most, hogy ugye az elmúlt 3-4 évben nagyrészt itthonról dolgozom, szembesültem azzal, hogy mennyire tévedtem, és sokkal-sokkal nehezebb úgy diétázni, hogyha fizikailag inaktív vagy, és a saját kis környezetedben otthon dolgozol, mert akkor gyakorlatilag nincs napi rutinod, nincs az megmondva, hogy bejössz a munkahelyre reggel 7-kor, hazamész a munkahelyről délután 4-kor, stb. Ha az embernek nincs egy fix beosztott napja, és tudom, hogy neked sincs, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozol, szerinted segít a diétában az, hogyha az ember rettenetesen elfoglaltan tartja magát, tehát rengeteg dolga van, mert szerintem igen, mert nincs időd azon gondolkodni, hogy szenvedsz meg. Természetesen, igen. Nekem a hétköznapok sokkal jobban átálltak, úgymond, a diétában, mert ugye reggeltől estig megvolt a napi teendő, és kevesebb időm volt azon gondolkozni, hogy mikor kell legyek. De hétvégén, amikor egy picivel több szabad időm volt, akkor már többet voltam itthon, akkor többet néztem a hűtőt, többet gondolkoztam azon, hogy mennyire éhes vagyok, de amikor munkában vagyok, csinálom a napi teendőket, akkor úgymond el is felállti egy bizonyos ideig az ember, úgyhogy szerintem is ezt jól mondod, hogyha az ember elfoglalt, sokkal könnyebben tartható a diéta. Na végre térjünk át arra a témára, amit már nagyon régóta szerettem volna átbeszélni veled, az, hogy te hogyan is edzel. Ugyanis, elmondom, hogy miért annyira a szívemhez közeli a te edzés stílusod, vagy ha már a videónak a címe a hozzáállás lesz, akkor a te hozzáállásod az edzéshez, mert én tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják, látva a te képeidet, hogy majd neked itt biztos ilyen különleges, hiper, szuper, modern, anatomikusan összerakott, tökéletes edzéstervedben, ami egyáltalán nem igaz, leírom az edzéstervedet a nézőknek, vannak benne húzások, meg nyomások, meg guggolások, ennyi az edzésterved, semmiféle science, meg tudomány nincsen benne, mert én egyrészt hiszek is benne, és másrészt tanulmányokkal és tényekkel is alá tudom támasztani, hogyha valaki vitatkozni szeretne, úgyis én fogok nyerni, hogy az eredmény az igenis az effortból jön, és nem pedig konkrétan abból, hogy mit csinálsz. Persze, a te szinteden számít, mert nyilván neked nem mindegy, hogy most a hátadnak a felső része, vagy az alsó része vastagszik, mert az egyik marha jó, a másik meg lehet még jobb, vagy a lábadnál nem mindegy, hogy a feszítőd nő, vagy a hajlítód, mert az egyik lehet még jobb, a másik meg már nem kell, hogy jobb legyen. Tehát nyilvánvaló, hogy a te testedet már lehet egy kicsit célzottan támadni gyakorlatokkal, de akkor sem magukon a gyakorlatokon múlik. Én úgy gondolom, hogy az fejlődés az effortból jön, és az a problémája az effort témakörnek, hogy van, akit egyszerűen nem lehet megtanítani rá. Van, aki egyszerűen nem hajlandó olyan keményen edzeni, amennyire kellene, lehet, hogy ez tudatalatti pszichés gátak miatt van, lehet, hogy csak azért, mert nem szeret ennyire a komfortzónán kívül kerülni, de én tudom azt, hogyha összehasonlítanám azoknak az embereknek a videóját, akik azt hiszik, hogy bukásig edzenek, a te videóiddal, ahol ténylegesen bukásig edzel, akkor mindenki látná az óriási különbséget, ezt nem tudom máshogy mondani. Tehát honnan jön neked az a hozzáállásod az edzéshez, hogy te gyakorlatilag, ezt nem tudom máshogy mondani, elpusztítod a súlyokat az edzőteremben. Én utoljára embert úgy edzeni, mint te, én élőben 20 évvel ezelőtt láttam a Kati Bélát és senki mást, és ez egy nagyon nagy dicséret. Én tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy keményen edz, egészen addig, amíg nem nézi meg azt, hogy te hogyan edzel. Tehát neked honnan jött ez a hozzáállás a súlyzózáshoz? Honnan jött ez a hozzáállás az edzéshez? Természetesen nekem is ez időbe telt, ami kialakult, de mindenféleképpen az első kérdésem az, hogy ki mennyire akarja ezt az egészet, és mi a célja.
Tehát ha tegyük fel, nekem is nem a versenyzés lenne a célom, valószínűleg nem googolnék 200-220-ban, mert akkor már egy picit mérlegelnék, hogy oké, ez most már egy picit túlmegy az egészséges határon, tehát igen. Viszont én abban a mentalitásban vagyok mindig, hogyha én az adott edzésen nem adom bele a maxot, akkor én, hogyha hazamegyek, tehát én akkor agyalok egész végig, hogy de lehet, hogy még egy vagy kettő ment volna, lehet, tehát én azért is teszem bele ezt a nagy effortot, nem csak azért, hogy fejlődjek, hanem azért, hogy otthon nyugodtan tudjak ülni. Ez egy kicsit furcsának hangzik, meg picit furcsa lehet az emberek számára, de én tényleg, hogyha nem adom ki a magamból azt a maxot, amit én akkor bele tudok tenni, akkor engem az azután rossz érzéssel töltene el. Úgyhogy a saját mentális egészségem érdekében én muszáj így edzek. Én ezt a nézőknek elmondom, hogy ez olyan szinten a te személyiségednek a jellemzője, hogy már a diéta vége felé, már amikor kértem tőled, hogy ne edz ilyen keményen, még akkor se tudtál visszavenni. Nem tudunk. Ami de azért nagyon durva. Természetesen a diéta végén már nem vagyok olyan lelki állapotban sem, meg erőszintben sem, hogy olyan súlyokkal, meg olyan intenzitással tudjak edzeni, de az adott erőszinthez képest én akkor is muszáj beletegyem a maxot, én nem tudok visszavenni, mert egyszerűen nekem az agyom ezt nem engedi meg. Kicsit most egy kérdés erejéig menjünk el ilyen nagyon gagyi bulvár irányba, csak muszáj kiszolgálni azokat az embereket is, akiket a bulvár érdekel, csak hogy mégis viszonyításképpen, hát ez nagyon gagyi, de muszáj megkérdezzelek, mik az eddigi legjobb súlyaid, amiket használtál mondjuk felhúzásban, guggolásban és fekvőnyomásban, úgyis mindenki ezekre kíváncsi. Felhúzásban, amit ugye a videóban is láthatunk, az 220 volt, tehát román felhúzás, 220 az 5-6 ismétlés volt, fekvenyomásban 160 kg, ugyancsak 5-6 ismétlés, guggolásban szintén 220, 5-6 ismétlés, de természetesen ez full, tehát én nem a súlyokra megyek rá, hanem azért a helyiségen belül full szabályos kivitelezés megtartva, tehát én azt nem gondolom, hogy teljesítmény, hogyha ugrik a súly meg, hogy lezuhanunk vele, tehát a 100% helyiségen belül és teljes mozgástartományban végzett gyakorlatkivitelezést tartom előtérbe, úgyhogy ezek a számok, amiket úgy megsikerült csináljak. Én ezt annyival kiegészíteném, hogy ez önmagában is borzasztó, hogy milyen súlyokat mozgatsz, de igyekszem majd betenni videókat, hogy az emberek lássák, hogy hogyan mozgatod ezeket a súlyokat, mert amikor először láttalak román felhúzást csinálni 220 kilóval, én rendesen egyrészt sokkot kaptam, másrészt meg azonnal megrémültem, hogy Úram Isten, mondom, te milyen súlyokat tudnál valójában húzni, hogyha nem úgy húznál, ahogy, mert azt elmondom, hogy te nem csak maximális mozgástartományban húzol, tehát magyarul leülsz a sarkadra, a bokádig leengeded a rudat román felhúzásba, meg tehát óriási mozgástartományban dolgozol, de ráadásul rettenetesen lassan, és a nyújtott pozíciót még meg is tartod, ez egyébként a húzózkodásodnál is látszik, hogy te tényleg addig nyújtod az adott izmot, ameddig csak az izület meg a szalag engedi, és aki így tud 220 kilóval román felhúzni, szerintem a konvencionális felhúzásod cson nélkül 250 fölött lenne, simán. Soha nem próbáltam ilyen egyismétléses maxokat, mert úgymond nekem nem az a célom, hogy amúgy minél nagyobb súlyokat mozgatsak meg, tehát ezek a úgymond rekordok nem azért történtek meg, hogy én most nagy képüsködni akarok, hanem egyszerűen nekem az edzés módszerem ezt megkívánta, tehát nekem az első a mozgástartomány, ugye helyesség, és akkor ugye jön a terhelés, viszont hogyha az első kettő nincs meg, hiába nagy a terhelés, mert egyrészt megsérülsz, másrészt pedig nem fejlődsz, úgyhogy szerintem annak nincs értelme. Na most ugye körülbelül az elmúlt egy évben, fél évben volt ugye az én fejemben az, hogy látva azt, hogy te mennyire borzalmasan erős vagy, ugye elkezdtelek úgymond félteni egy picit a sérülésektől, és úgy gondoltam, hogy mozduljunk el egy kicsit a magasabb ismétlés, itt-ott néha szuperszettek, a tempó manipulációjával érjük el azt, hogy ne tudja ekkora súlyokat kezelni, és tudom, hogy nem egóból edzel, tudom, hogy nem számítanak számodra a súlyok, de azt is tudom, hogy nehéz volt neked megszokni, hogy most már nem mozgatsz ilyen nagy súlyokat.
Tehát hogyan tudtad ezt levetkőzni, hogy most már nem fogsz ilyen óriási súlyokat használni a terembe? Tehát van benned úgymond egy ilyen bizonyítási vágy a teremben lévő emberek előtt, vagy ezt le tudtad magadba rendezni, hogy mostantól nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy ne sérüljek meg, mert versenyző vagyok? Tehát abszolút nincsen bennem ilyen. A dékúrt nehéz val, csak már tudja, ez egy másik módszer, amit én egy módszert ugye megszoktam, aránylag alacsonyabb ismétlésszám, 8-10-es ismétlésszám, az most ugye megváltozott akár 15-20-asra, és ahhoz, hogy erre váltani, egy picikét úgymond nehezebb, mert ugye, hogyha megszoksz valamit, akkor picikét nehezebb, macsek. Úgyhogy, de idő kérdése volt, és megszoktam. Abszolút nem érdekel, hogy most ugye milyen súlyokat használnak, mert ugye a testépítés nem a súlyhasználatról szól, tehát nem erőemelés, meg súlyemelésről van szó. Úgyhogy most én is jobbnak látom, hogy ezeket a súlyokat elhagytuk, mert hosszú távon biztos, hogy az emberi szervezet az 10-20 éven keresztül nem bírja azt az edzésmódszert, amit én csinálok, megcsináltam. Úgyhogy mindenféleképpen most már próbálok a magasabb ismétlés számokra fókuszálni, még helyesebb kivitelezés, és úgy lefárasztani az izmot, úgy elérni ugyanazt a magas effortot ezekkel a pici súlyokkal is, hogy ugyanolyan hatékony edzésmunkát tudjak végezni. És ráadásul ugye van még egy dolog, amit szerettem volna tőled kérdezni. Nem azt akarom, hogy félre ne érts, nem arról van szó, hogy szidd a saját klienseidet, mert én sem azt csinálom. Szóval hallgass végig, tudom, hogy körmondatokban beszélek, de hát ez már... Most már mindenki muszáj, hogy megszokja, ugye te is most már egész jól megismertél engem, tudod, hogy miért van ez. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valaki minél többet hajlandó beletenni, magyarul minél nagyobb efforttal tud edzeni, annál jobban szemet szúr, hogyha valaki ugyanezt nem teszi meg. És te hogyan kezeled azt, hogyha mondjuk egy kliensed leteszi a súlyt, és azt mondja, hogy hát nekem ebben nem ment már volna több, holott te tudod, hogy ha azt a súlyt te fogtad volna meg, akkor te még belehúztál volna ötöt. Tehát megpróbálod a klienseidet is belevinni abba az effortba, amit te végzel, vagy úgy vagy vele, hogy ahogy ugye beszéltük, hogy magukhoz képest javuljanak, és akkor ami nekik elég, az az elég. Ára nincs konkrét válasz, tehát ez is személytől függ, hogy kivel dolgozom. Hogyha egy olyan sráccal dolgozom, aki egy picit erősebb, több ideje edz, hajlamosabb arra, hogy magasabb effortot tudjon beletenni, akkor természetesen hozzányúlok olyan módszerekhez, hogy ez megtörténjen. Viszont hogyha van egy 50-60 éves mondjuk nő, aki ugye neki nem az a célja, hogy most minél magasabb effortol, meg minél több izmot felszedjen, akkor természetesen azt úgy nem szoktam erőltetni, és azt ugye kicsit el szoktam engedni, úgyhogy lényegi bázis klienstől meg személytől függ. Nagyon-nagyon korrekt. Egy dolog van még, amit szerettem kérdezni, az egy kicsit más téma, mint az edzés. Egy picit kanyarodjunk vissza a versenydiétához. Na most ugye az én módszerem az, most már te ugye ezt tudod nagyon régóta, hogy én kérek ugye egy kalórialimitet, kérek egy megadott makrotápanyag szerinti étkezést, és hogy konkrétan mit eszel, az számomra csak akkor válik fontossá, hogyha már közeledik ugye a verseny. Vagy valamilyen probléma van az étrendeddel, tehát ha valaki visszaszól, hogy 2500 kalóriát eszek, és marha éhes vagyok például, holott én úgy gondolom, hogy ezen a kalórián még nem kéne, hogy éhezzél, nyilván akkor ránézek, hogy mit eszel. Tehát magyarul neked is ugye, hogy konkrétan mit eszel, az nekem akkor vált fontossá, amikor már közel voltál a csúcsformához, és akkor ugye megkérdeztelek, hogy nagyjából hogyan néz ki ugye a versenydiétád, és akkor számomra sokkolóan annyit mondtál, hogy gyakorlatilag csirkemelnek zöld alma. Szóval igen. Honnan, hogyan jutottál addig, hogy ennyire leredukáltad az étkezésedet szinte erre a két dologra, és miért pont ez a két dolog? Mivel, hogy én nagyon-nagyon éhes vagyok, tehát nekem az első, tehát a legnehezebb dolog nekem az éhség leküzdése a diétában, ugye az alvás mellett, ugye akkor már eléggé nehezen tudok elaludni, de azt most hagyjuk. Ezek az alapanyagok lényegében tartalmaznak a legkevesebb kalóriát és a legmagasabb volument. Úgyhogy én próbálok mindig a diétába úgy étkezni, hogy nagy mennyiség, nagy volumenű kaja és alacsony kalória legyen. Erre ugye természetesen a sovány húsok a megfelelő, ugye amit mondtál, és csirkemál, vagy akár hal, meg ugye akár marhahús.
de az ritkább, azt ritkábban fogyasztottam, és ugye azok a gyümölcsök, ami alacsonyabb kalóriát tartalmaznak. Ebben benne van az első, a zöldolma, ugye már nagyon, nagyon szeretem az ízét, egy az, és a másik, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaz, de mégis azért nagy volumenű, és tölti a gyomrot. Tehát azért nem azért, hogy én ettől érem el, ettől az alapanyagtól ezt a formát, hanem egyszerűen azért fogyasztom ezt, hogy tanítsa a gyomromat. Ennyire egyszerű. Meg egyébként a zöld alma, mivel savanyú, meg savas, még egyébként segíti is az emésztést. Nem véletlenül sokan isznak ugye almaecetet, ami egyébként almába készül. Nekem nagyon tetszett, amikor ezt írtad, és mondom, hát azért ez így elég monoton, de egyébként nem tűnik olyan rossznak. Tehát én is bátorítanék mindenkit, aki eljut arra a szintre, hogy nagyon nehezen tudja betartani a kalóriát, hogy kezdje el emelni a gyümölcsbevitelt a többi szénhidrát rovására, emelje a sovány hús fogyasztást mondjuk a turmixok rovására, és akkor gyakorlatilag el fog jutni valami hasonló étrendhez, mint amilyen a tiéd volt ugye a vége felé. Turmixok. A táplálékkiegészítés az neked mennyire volt fontos? Tehát mennyire nagy mennyiségben tartalmazta az étrendet konkrétan a táplálékkiegészítőket, most például a fehérje turmixokat? Hogyan néz ki a tápkiek bevitele tömegeléskor és diétában? Tömegeléskor valószínűleg egy picikét több turmixot fogyasztok, mert én nagyon szeretem úgymond az édes ízt, és akár a zab mellé, vagy akár a rizs mellé én szoktam keverni egy pici fehérjeport, és azt összekutyulom, pici víz, pici fahéj, kakaó, és akkor több tápkiáget fogyasztok, viszont nekem a tápkiágek kimerülnek a fehérjében, a kreatinban, a vitaminokban, vagy esetleg az omega-3-ban, és nagyjából ez ennyi szokott lenni. Tehát én nagy hangsúlyt erre nem fektetek, de azért természetesen fontosnak tartom ezt is, hogy azért ezek az alaptápkiágek azért szerepeljenek az étrendben, az étrend kiegészítésben. Ezt két dolog miatt akartam ezt a témát egy pár mondat elég ugye felhozni, mert egyrészt tudtam, hogy nagyon minimalista a táplálékkiegészítő beviteled, a másik az, hogy ezzel akartam elé menni annak a esetleg felmerülő gyanúsítgatásnak, hogy majd biztos valami olyasmi tápkieget szedettem veled, amit mással nem. Mi olyan szinten nem használtunk tápkieget, hogy még zsírégetőket sem, semmit sem használtál a végén, sőt, a végén mi rendeltünk ugye egy zsírégetőt az utolsó pár hetekre, ami meg sem érkezett időben, úgyhogy gyakorlatilag itt tényleg egy ilyen minimalista, semmilyen tápkiek bevitel nem volt, leszámítva ugye az alapdolgon, tehát a vitamin, omega, meg a fehérje. Figyeld ezt a csavart, hogy behozom ide, viszont nem olyan régen te közölted velem, hogy kaptál egy szponzorációs felkérést, vagyis ugye egy ajánlást ott egy táplálékkiegészítő bolttól, ha jól emlékszem. Hogyan néz ki ez a dolog? Mi is ez pontosan? Lényegében erről abszolút nem beszélgettünk, csak az illető megemlítette, úgyhogy erről lényegében még én sem tudok információk, még egy picit várok vele, nem akarok egyből beleugrani ezekbe a dolgokba, viszont szem előtt tartom, és valószínűleg azután majd el fogok fogadni egy-két ilyen cégtől, esetleg, hogyha kapok felkérést persze, egy-két ilyen cégtől szponzorációt, de még csak a dolog megemlítődött, úgyhogy erről még nincsen információ. Tudom, csak gondoltam, hogy egy kicsit ilyen trükkösen behozom valahogy a témát. Jó, hát akkor nem tudod elkerülni azt a kérdést, hogy feltegyem, hogy mi a tervezek után, mert ugye majd erről mindjárt fogunk beszélni, hogy miért is alakult ez pontosan így, de a lényeg az, hogy erre a szezonra te ugye kőkeményen bekészültél, különböző külső okok miatt ugye ez a Miskolci verseny meghiúsult, és ugye mi átbeszéltük az opcióidat, és gyakorlatilag azt az opciót beszéltük meg, hogy gyakorlatilag az őszi szezonban minden létező versenyen, ami elérhető fizikális közelségben, tehát utazási távolságon belül van, ott te el fogsz indulni, legyen az naturál verseny, nem naturál, tesztelt, nem tesztelt, teljesen mindegy, mindenhol el fogsz indulni, de mégis mik a terveid a hosszú távú jövőre, tehát az őszi szezonon túl látsz-e egyáltalán egy kicsit, vagy ez még túl friss neked ez a dolog? Túl friss nekem, én azt gondolom, hogy az őszi szezon, ahogy, tehát az eredmények, ahogy sikerülnek, azután lehet majd erről picit részletesebben beszélni, viszont a rövid távú cél, úgy ahogy te is elmondtad, minél több versenyen részt venni, és természetesen ugyanezt ezt a kondíciót hozni, tehát ez a célom. Picikét ugye, tehát az idő az most rövid, most elkezdtem egy rövid tömegnövelést, picikét az idő rövid a felkészülésre, de megpróbálok mindenféleképpen ugyanezzel a kondícióval ezeken az őszi versenyeken színpadra állni,
és bizonyítani, úgyhogy egyelőre még csak rövid távú célok vannak. Az, hogy a hosszú távú célok hogy fognak alakulni, az majd az őszi szezon dönti el. Na most van még itt egy dolog, amiről szeretnék két mondatot beszélni. Ugye mi beszéltünk erről nagyon sokat, hogy te egy majdhogy nem egy olyan feltételhez kötötted ugye a további készülésedet, hogy te mindenképpen folyamatos, random vadatesztelésen szerettél volna átmenni, tehát nem csak a poligráfon, hanem te szeretted volna, hogy téged folyamatosan vizsgáljanak vizelettel és vérrel, mert ugye neked a munkád miatt is, meg a hozzáállásod miatt, meg a mentalitásod miatt is nagyon fontos neked ez az egész naturál testépítés dolog. Tehát tudom, hogy te tényleg komolyan gondoltad azt, hogyha kell, akkor akár minden áldott hónapban letesztelteted magad, akár saját költségen is, de mégis érdekelne, hogy miért. Tehát én tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzád ez az egész naturál testépítő dolog, de jutottál valamire ezzel a teszteléses dologgal, tehát utána néztél le, hogy ennek milyen költségei vannak, hogyan lehetne ezt kivitelezni, tehát mi a helyzet ezzel a dologgal? Hát egyrészt én azért is szerettem volna minden hónapban, és szeretném is minden hónapban ezt a tesztelést elvégeztetni, hogy ne történjen meg a két héttel ezelőtti incidens, és ugye tisztában legyek azzal is, tehát tisztában legyen majd a versenyen a szövetség is, hogy én nem csak, tehát hogyha tegyük fel, bele tudnak kötni abba is, hogy esetleg valami kívül, tehát én ebbe a dologba nem szeretnék úgymond belemenni, viszont azt is, hogy minden hónapban, hogyha van egy vérkép, vagy akár egy vizeletminta, amit ugye vissza tudnak nézni, akkor nem tudnak abba belekötni, hogy esetleg valami kiürült, és azelőtt egy pár hónapban én használtam valamit, úgyhogy lényegében én ezért szeretnék minden hónapban vérképet, vagy akár vizeletmintát adni. Hogy ez hogy működik, pontosabban még ugye információkat kell erről szerezni, viszont mindenféleképpen ezt szeretném. Egyébként, ha úgy kéred, akkor ezt majd utólag kivágom, de azért én elmondom, hogy te elmentél egy vér ugye tesztre közvetlenül a verseny után, ahol a vértékeid nemhogy pozitív irányba lettek volna kiugróak, mert hát nyilvánvalóan te teljesítményfokozókat használtál, hanem pont ellenkezőleg minden értéked a negatívhoz volt közel. Volt olyan, ami gyakorlatilag nulla volt, tehát nem csak, hogy egyértelműen nem használtál semmit ugye a saját költségen elvégzett tesztelések alapján, hanem még úgymond pont ellenkezőleg még lehet, hogy kellett volna, hogy használj, hogy egészséges maradj, mert ugye a nagyon kőkemény és nagyon hosszú idejű diétázás miatt itt azért elég komolyan érintve volt a hormonrendszered, tehát a tesztoszteron alacsony volt, a növekedési hormon szinted alacsony volt, mindened alacsony volt gyakorlatilag, az egyetlen, ami tökéletes volt, az a koleszterin meg a vércukor, amúgy minden értéked inkább a negatívhoz volt közelebb, ami egyébként természetes velejárója egy ilyen szigorú diétának, meg a 4%-os testzsírnak, tehát te gyakorlatilag bizonyítottál már ezzel a vérteszttel, csak ugye te ezt szeretnéd rendszeressé tenni, meg azt szeretnéd, hogy ezt ne te kelljen, hogy elvégeztest, hanem más csinálja meg rajtad, mert csak is azzal lehet egyértelműen bizonyítani. Így van. Csak ezzel lehet egyértelműen bizonyítani. Szóval azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy mondjam-e akkor én helyetted, hogy mi volt két héttel ezelőtt. Természetesen. Jó. A lényeg az, hogy ugye mivel te versenyző vagy, és mivel mi ezt megbeszéltük, hogy te mostantól versenyzőként fogsz élni, ezért nyilvánvaló, hogy nagyon fontos az, hogy az ember hogyan kommunikál dolgokat, mert ugye nyilván itt van egy bírói panel, itt van egy szövetség, itt vannak szövetségek, és mi megegyeztünk ugye abban, hogy soha semmilyen körülmények között, soha semmilyen negatív dolgot nem fogunk mondani velük kapcsolatban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tudom, hogy most a nézők azért nézik végig ezt a videót, hogy megkapják a magyarázatot a két héttel ezelőtt történtekre, és én remélem, hogy mindenki tud olvasni a sorok között, hogyha azt mondom, hogy itt egy abszolút nem teljesítményfokozókhoz köthetően volt egy olyan stresszforrás az életedben, ami egész egyszerűen lehetetlenné tette azt, hogy te átmenj a poligráf vizsgálaton. Remélem, hogy sokan tudnak olvasni a sorok között. Azt azért elmondom, hogy a vadatesztelésen, ami egyébként nem történt meg a te esetedben, ezt azért hangsúlyozom, kacsintok, nem történt vadatesztelés ugye Ervin esetében, nem történt három lépcsős doppingtesztelés, ezt te csináltattad meg utána saját költségen, amin egyébként átmentél természetesen, de a lényeg az, hogy sokan, akik ezt most nézik és nincsenek azzal tisztában,
talán nem is tudom, hogy hány ezer dolog van ugye a doping listán, és el lehet bukni olyanon, hogy például koffein, mert 300 mg-nál több koffein nem lehet benne, tehát iszol egy energiaitalt, és megbuksz a vadateszten, altatók, nyugtatók, bármi, ami rajta van, akár legálisan kapható bizonyos CBD termékek, akármi gyakorlatilag, ami bukást idézhet elő, az egy stresszforrás lesz az ember életében, hogyha mondjuk nem tud arról, hogy ezt nem kellett volna használni. Tehát a lényeg az, hogy te nem használtál teljesítményfokozókat, ez teljesen egyértelmű, viszont volt egy olyan stressz azokban a napokban, amik miatt nem tudtál egyszerűen átmenni a poligráfon, és te hiába kérted, hogy teszteljenek tovább vizeletre, vérvizsgálatra, bárhova elmentél volna. A nézőknek elmondom, hogy ugye nagyon-nagyon kemény két napunk volt a verseny után, neked is, de nekem is, és te konkrétan hajlandó lettél volna az összes pénzedet arra költeni, hogy bemenj bármilyen kórházba, hogy teszteljenek folyamatosan napokon keresztül, ha kell. Tehát te nagyon komolyan veszed ezt a naturál dolgot. De mégis azért megkérdezem tőled, hogy te hogyan élted meg ezt. Tudom, hogy erre nehéz lesz válaszolni, de mégis, ha összefoglalnád nekem azt a pár napot, ami eltelt, ugye, vagy azt a két hetet, ami eltelt a verseny óta, tehát hogyan érintett téged ez a dolog, de őszintén, és hogyan sikerült ezt mostanra úgymond megemészteni és feldolgozni, mert azért te 10 hónapot készültél, és nem tudom átadni a nézőknek azt, hogy te mennyire keményen diétáztál, és végül is ugye nem engedtek színpadra állni, tehát azért én tudom, hogy ez nem volt olyan könnyű feldolgozni, én tényleg tudom. Szóval mondd el nekünk, hogy te hogyan élted meg ezt a két hetet. Lelkileg az volt nehéz, hogy ezt úgy állított, tehát lényegében ez, szerintem ez a dolog, ez nem hitkérdése, ez nem vallás, ez tényeken alapszik. Vagyis vérkép és vizelet. Az, hogy valaki nem hiszi el, hogy én naturál vagyok, az egyértelmű, az bizonyítsa, hogy egy kiemelkedő fizikummal rendelkezem, aminek örülök is. Köszönöm szépen. Viszont ez nem hit kérdése, még egyszer mondom, ez nem vallás. Ezt tényeken alapszik, ezt le kell ellenőrizni, vér és vizelet, ami sajnos nem történt meg, és ez engem lelkileg azért egy pár napig az alatt, az egy-két nap alatt ez engem nagyon rosszul érintett, viszont azután egy picikét, hát nagyon, hát nem picikét, átfordult ez pozitív irányba, mert tudtam azt, hogy hogyha ezt én tovább folytatom, akkor olyan eredményeket tudok elérni a sportban, ami kiemelkedő, úgyhogy ezt lényegében az előnyömre váltottam ezt, ami történt, és még nagyobb motivációt adott, hogy készüljek tovább az őszi szezonra, úgyhogy nagyon hamar el is felejtettem a történteket, lényegében én köszönöm azt akárkinek, vagy a fennvalónak, hogy ez megtörtént, mert ehhez a motivációhoz, ami eddig volt, még társult még egy plusz fanatizmus, és úgy gondolom, hogy még nagyobb erővel, még nagyobb kitartással fogom tudni folytatni a felkészülést, mert most már rájöttem én is arra, hogy igenis van tehetségem, ez a sporthoz, és tudom folytatni tovább. Úgyhogy erről ennyit. És záró kérdésem pedig az lesz hozzád, amit amúgy privátban szerettem volna veled megbeszélni, erről mi még nem beszéltünk, és most úgy gondoltam, hogy behúzlak a csőbe, és megkérdezlek kamerák előtt. Na most nagyon finoman fogalmaztál, hogy azért eléggé megviselt téged az első 2-3 nap, de én itt voltam a telefon másik oldalán 72 órát non-stop, szóval nem tudják, hogy nem tudják a nézők elképzelni, hogy téged ez hogyan érintett az első 72 óra, meg engem is, tehát azért volt itt bőven közös sírástól kezdve minden. És ugye nyilván engem ugyanannyira megviselt, vagy biztosan közel ugyanannyira, mint téged. És én úgy gondolom viszont, hogy ha más nem, akkor egy pozitív hozadéka volt annak a rémálom 3 napnak, ezt nem tudom máshogy mondani, az az, hogy szerintem mi kifejezetten közel kerültünk egymáshoz, mert kiléptünk ugye az edző-kliens viszonyból, mert nyilván ahhoz, hogy valamilyen formában összetudjalak szedni, jóval túl kellett lépnünk annál, hogy most mit tegyél, meg mit edz, meg ilyen hülyeségek. És én úgy gondolom, hogy szerintem szintet lépett a kapcsolatunk. Én azóta, amióta ez a dolog történt, én a barátomnak hívlak, és ugye nyilván olyan dolgokat beszéltünk meg, hogy együtt fogunk mostantól utazni versenyre, te eljössz majd hozzám Debrecenbe, ugye pár napra a közös edzések, stb. Tehát nyilván egy szintet lépett ez a dolog köztünk, mert itt most neked nem arra volt szükség, hogy valaki megmondja, hogy mit tegyél, meg hány kilót használj, meg ilyen hülyeségek,
És a kérdésem ehhez kapcsolódóan az az, hogy szerinted belefér-e az, hogy az edző és az edzett barátok legyenek, vagy szerinted jobban lehet úgy együtt dolgozni, ha megmarad a távolság. Mondjuk most már veszed fejsze, de mégis azért megkérdezem, hogy neked mi a véleményed erről. Tehát te el tudod-e képzelni, hogy szoros barátságot ápolja a klienseiddel, vagy te jobban szereted megtartani ezt a szakmai kapcsolatot, ami mi már úgy látszik, hogy túlléptünk. Mindenféleképpen mielőtt arra válaszolok, meg kell említsem, hogy abból az állapotból, abból a lelki stresszből, meg padlóból, én egyáltalán nem tudtam volna felállni, tehát természetesen ezt mind neked köszönhetem. Tehát ez a kondíció, ez a forma, meg a padlóról való felállás biztos, hogy nem történt volna meg, hogyha te nem vagy itt. Úgyhogy ezt így nyilvánosan is szeretném megköszönni neked, mert én ilyen hozzáállást edző, kliens, tehát ilyen hozzáállást edzőtől soha nem láttam, mint amilyen tőled kaptam, úgyhogy ezt így nyilvánosan is köszönöm. Úgyhogy... Szia, Maci! Pont a legjobb téma, és na nem baj, mondjad azért, én figyelek. És ugye, hogy a kérdésedre is választ adjak, szerintem mindenféleképp nagyobb eredményeket tud elérni az a sportoló, aki egy picikét közelebb kerül az edzőjéhez, mert mindenféleképpen, főleg az élsportban szükséges az, hogy jobban megismerje az edző a klienst, és a kliens is az edzőt. Úgyhogy mindenféleképpen a válaszom igen, és én is úgymond van, akivel szorosabb barátságban vagyok a klienseim közül, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen előre visz a célok elérésében. Egyébként én is úgy gondoltam, mert lássuk be, te azon a szinten vagy már, ahol nem attól leszel jobb sportoló, ha én azt mondom neked, hogy figyelj, szerintem ezt az evezést cseréljük le erre az evezésre. Most komolyan. Pontosan, tehát ez nem ettől leszel jobb, hanem attól leszel jobb, hogyha rájövök, hogy mit kell neked írni vagy mondani ahhoz, hogy hajlandó legyél akár meghalni az eredményért, nyilván egy kis túlzással, és az nem azon múlik, hogy milyen gyakorlatot csinálsz meg, hogy milyen gyümölcsöt eszel. Ez egy ennél sokkal nagyobb dolog már szerintem, hogyha valaki, tehát meg kell, hogy ismerj valakit ahhoz, hogy tud, hogy mi az az egy-egy szó, mi az az egy-egy mondat, amit ha odafűzöl, ha odaszúrsz, akkor az betalál. És az ember képes magából kihozni a maximumot. Ugye nekünk is voltak ilyen kis mondataink, tudod, hogy ezt az utolsó öt hetet már bárhogyan, meg stb., meg muszáj, meg ugye ilyenek. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember megtalálja ezt a közös lelki síkot, tehát nem hiszem el, hogy ezt mondtam, de én úgy gondolom, hogy ezen a ponton erről van szó. Pontosan. És bármilyen furcsa például, idehoznám ugye Alexet, aki egyébként tegnap profi debütálást csinált, ugye harmadik helyel is megnyert a kategóriát. Aki Alex, igen, hajra. Hogy ő például pont az ellentétje neked ezen a téren, tehát ő nem nyílik úgymond annyira meg, hanem ő úgy van vele, hogy mondd meg, mit csináljak, és akkor meg lesz csinálva, ez biztos. És bár azt gondolná az ember, hogy sokkal könnyebb egy olyan sportolóval dolgozni, akinek leírod, hogy mit csináljon, és annyit válaszol, hogy oké, de nem könnyebb, mert például az ő esetében soha nem jöttem rá, hogy hol van a 100%. Tehát hol van az, amire azt mondom, hogy ha egy picit is többet kérek, akkor megtörik. Viszont nálad, mivel te hajlandó voltál úgymond megnyílni előttem, mint ember, és teljesen őszintén beszélgettünk arról, hogy ez mennyire nehéz neked, ezért nálad pontosan tudtam, hogy hol van az a 100%, aminál nem bírsz többet, és én úgy gondolom, hogy ezért lehetett belőled kihozni a 100%-ot, mert nem próbáltuk meg a 101%-ot, viszont nem álltunk meg 99%-nál. Tehát én úgy gondolom, hogy te tényleg kihoztad magadból a 100%-ot, és még ilyet szerintem soha senkinek nem mondtam. Így van. Szerintem is ez teljes igazság, amit most mondasz. Ez a kondíció csak is úgy jöhetett létre, hogy egy picikét úgymond a végén ugye közelebb kerültünk egymáshoz, és te tudtad azt, hogy én mennyit tudok megtenni, de egy picikével se kértél többet, sem kevesebbet, úgyhogy ez a kondíció ennek az eredménye. Igen. Bőven elég volt. És az a baj, hogy a videó eleje óta egy eszméletlen hülye kérdés van a fejemben, és tudom, hogyha nem kérdezem meg, akkor egész nap ezen vagyok. De ezzel lezárjuk, mert annyira ostoba kérdés. Amikor podcasteltem 2 évvel ezelőtt a Hunival, ugye nyilván neked Romániában nem kell elmondani, hogy ki az a Huni,
Igen, a nagyhuni, és ő mondta, hogy ő rengeteget fogyaszt lóhúst, mert hogy az ugye ott nálatok ugyanolyan elérhető, mint akár itt Angliában például a marha, és ennél hülyébb kérdéssel tényleg nem lehetne lezárni ezt a videót, de te egyébként szoktál-e fogyasztani lóhúst, nem tudom miért, ezt most nem tudom elengedni, egész nap ezen forogtam volna. Igen, az az érdekes, hogy fogyasztottam lóhúst, de az egyik barátommal még tavaly előtt, már nem is emlékszem, elmentünk hunihoz, pont hunihoz edzeni, és ugye vásároltunk egy pár kiló lóhúst, hogy kipróbáljuk, mert én azelőtt soha nem fogyasztottam. Én úgy vagyok vele, hogy jó, de azért hosszú távon köszi. Azért tűzik. Mellőztem azután, elfogyasztottam azt a pár kilót, amit vettem, de azután nem fogyasztottam, úgyhogy nem. Kipróbáltam, de nem. Annyira nekem nem jött be, hogy nekem folyamatosan szerepeljen az étrendemben. Maga az íze egy picikét édeskésebb, inkább maradok a csirkehalmarnál. Igen, mert egyébként ugye én debreceni vagyok, és nekünk is volt, amikor még otthon éltem, volt ismerős, aki ugye ezzel foglalkozott, hogy lóhúst árult, ugye, és én például rohadtul imádtam, bár mindig az volt a fejemben, hogy nem akarok olyan állatot enni, ami amúgy cuki, meg aranyos. Tehát rosszul éreztem magam, hogy lóhúst eszek, de persze nyilván tudom, hogy más kultúrában ez pont ugyanolyan, mint marha. Egyérőben van, akinek marha cuki, nekem nem, de van, akinek az. Hát Ervin, ennél hülyébb kérdéssel tényleg nem lehetne lezárni. Egy beszélgetés, de én úgy gondolom, hogy szerintem mindent érintettünk, amit kellett. Szerintem nagyon jó volt, és biztos vagyok benne, hogy folytatni fogjuk még ezt a dolgot ugye veled itt a YouTube-on, de én úgy gondolom, hogy egy bemutatkozó videónak így is túlmentünk ugye a megbeszélt időn. Szerintem ez bőven jó volt. Adok még neked egy pár másodpercet, hogyha esetleg valamit szeretnél hozzáfűzni, szeretnél még valamit elmondani, és utána én úgy gondolom, hogy zárjuk le ezt a videót, mielőtt még 10 másik kérdés eszembe jut, mert tudod, hogy ez szokott lenni. Szerintem elmondtunk minden olyan információt, amit most szükséges volt, úgyhogy kövessétek a felkészülést, kövessétek majd az őszi szezont, és majd jövünk további részletekkel. Így van. Annál is inkább, mert ugye megbeszéltük, hogy mostantól akárhova mész versenyezni, megyek veled, és ezeket is fogjuk. És lesznek közös edzős videóink, ugye, mikor fogunk találkozni Debrecenbe, úgyhogy arról is akar itt a YouTube-on, vagy akár az Instagramon szerintem meg fogunk osztani pár infót. Egy biztos, hogy én veled nem fogok edzeni, az kurva élet, mert szerintem nem lenne olyan izmom a végére, ami nem szakadna el, mert tudom, hogy annak ellenére, hogy ugye jóval idősebb vagyok, mint te, meg én, tehát én a te mentalitásoddal már nem tudok rendelkezni, bármennyire is szeretnék, de azért még annyi versenyszellem van bennem, hogy tudom, hogy ha elkezdenék veled edzeni, akkor megpróbálnám tartani a lépést, annak pedig egyértelműen kórház lenne a következő, hogy rám nézve. Szerintem sokkal jobb lesz majd, hogyha eljössz Debrecenbe hozzám, és majd Nagy Sanyi klienseivel fogsz inkább, Nagy Sanyi versenyzőivel fogsz inkább edzeni, mint velem. Szerintem mindenki jobban jár ezzel. Oké, Ervin, köszönöm szépen. Nem jók vagyunk, én is nagyon szépen köszönöm. És mindenkinek köszönjük akkor, aki ezt megnézi, dobjatok egy lájkot és kövessétek Ervint. Hol tudnak téged követni egyébként? Az Instagramon? Instagramon Radu Ervin, beírjátok a keresőbe, és szerintem ott leszek legalább, úgyhogy annyira egyszerű. Vagy Ráduli, ahogy én mondom. Oké, és sziasztok! Sziasztok!